Lépésben tudtak haladni a járművek, akkora víz hömpölygött Kakasd utcáin a július 9-i felhőszakadást követően. Szekszárdon pedig olyan sok jég esett, hogy a kertek egy havas tájképét mutatták. A hatalmas széllel is járó vihar térségünkben, Medinán, Fácánkerten és Kölesden okozta a legnagyobb károkat. Ezeken a helyeken cseresznye nagyságú jég zúdult le. Most nézze, ezen egy ép levél nincs. Na most mire képes a kukorica, hogy keveri ezt ki? A virág még nem jött ki. Ennél a vetésnél most jön a címere tulajdonképpen a porzsó. A nővirág az még sehol, ugye itt jönni tessék, itt a cső. Most ez nem sérült. Lehet, hogy van, ahol odavágott, de hogy heveri ki a kukorica, nem tudom, megmondom őszintén. Az egyik gazda azt mondja, ő már annak is örülne, hogyha 60-70 mázsa kukoricája összejönne az idén, a szokásos 120 mázsa helyett. De nem csak a kukorica, a napraforgó és a még le nem aratott búza is megsínylette az időjárást. Kukoricánál a leveleket annyira megszabdalta, hogy egy épp levél nincsen ezen a részen, ahol ilyen nagyon esett kukoricán. A napraforgónál viszont úgy nézem, hogy az erősebb levelek talán annyira megluggalta, meg itt ott egy levert, de a szárát fönt a napraforgó tányérja alatti rész, ahol kisebb is a levél, ott nagyon megsérültek a napraforgók, hogy most ott azokon a sebb helyeken, hogy fertőzi a betegség, az könnyen előfordul a napraforgón, ott meg az lesz majd a baj. A buzából, a kalázból már szárazott, kiverte a magot. Na most ez a mag ugye lehullik a földre. Most a biztosító jó lett volna, jött volna mindjárt, de akkor is keresgélni kell neki, mert a nagy víz az lejtés irányba el is vihette azt a magot. De mi nézegettük, úgyhogy találtuk bőven magot. Na most mi fog történni? Ez később ki fog majd kelni. Majd ki fog derülni a buzacsír, amikor most ezt letárcsázzák aratás után, magyarul elvetik újra azt a magot, ez ki fog kelni, és akkor annyi majd meglátjuk, hogy mennyi rengeteg maga elmaradt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához folyamatosan érkeznek a bejelentések a mezőgazdasági károkról. A szőlőn kívül valószínű, hogy a kukorica és a napraforgó táblákat, meg a repcetáblákat érte jelentősebb kár. Ugye az aratás az jelenleg is zajlik, úgyhogy a bejelentések azok folyamatosan zajlanak a kormányhivatal felé, az összesítésekből majd meglátjuk a végeredményt. Az, hogy nem lett még nagyobb káruk a gazdáknak, az országos jégeső elhárító rendszer generátorkezelőinek köszönhető. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2018 óta működteti az országos jégeső elhárító rendszert a Dél-Dunántúli Nefela Jégeső Elhárító Egyesüléssel közösen. Ez a rendszer úgy működik, hogy a 10 kilométeres hálóba elrendezett talajgenerátorok aceton jodidos technológiával működnek, ezüst jodid részecskéket juttatnak fel a légtérbe. Ezeket az ezüst jodid részecskéket az ivatarfelhő a párás, meleg lég tömegekkel együtt fölszippantja, és ezek a kis részecskék jégmagokat képeznek a felhőben, ami azt eredményezi, hogy sok apró jégszemcse, vagy kisebb méretű jégszemcse keletkezik, aminek a jelentős többsége, mire a földet ér, már el is olvad, és eső formájában találkozhatunk csak vele. A nagy eső után a hét közepére már ismét közel 40 fokot mértek a hőmérők, amit sokan, különösen a szabadban dolgozók viseltek nehezen. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szóvivője azt mondta, általában a napok óta fennálló hőséget lezáró hidegfront okozza az olyan extrém időjárást, mint amilyen július 9-én volt. Az intenzívebb melegedést követő időszakokat általában heves események szokták lezárni. Nagyobb az ilyenkor a légkörben felgyülemlő potenciális energia, amit hasznosítani tud a légkörünk ilyenkor, és ezáltal a hőségeket, hős hullámokat követő időszakban gyakran előfordulnak ezeket a hőséget lezáró intenzív heves események. Az előrejelzés szerint a hét második felében ismét heves zivatarok várhatóak Tolna megyében.